Sziasztok! A mai részben folytatni fogom a CTC-t, összerakom elektronikusan, ugye az előző részre összeret rakom a mechanikai része. Közben én még módosítottam rajta mechanikailag, ugyanis ugye a Facebook csoportban kaptam több olyan pozitív, hogy mondjam, módot, amit még meg lehetne rajta csinálni. Igazából én nagyon sokat nem akarok már vele foglalkozni, mert így is nagyon sok napom, nagyon sok időm ráment. Viszont mindenképp tökéletesen akarom csinálni. Ha valami kelleni fog hozzá, akkor azt még mindenképpen ki fogom nyomtatni, hogy jobb legyen. De először kíváncsi leszek a nyomtatási minőségre. Ha ez jó lesz, akkor szerintem nem érdemes a jelenlegitől jobban felfejleszteni. Most ugye voltak itt tanácsok az X-tengely emelésével kapcsolatban, ugye az E-tengelynél. Ott a két oldalra egy-egy úgymond Google lesz berakva. Ezeket most kezdem a nyomtatását. Közben rakom össze a gépet, és akkor meglátom, hogy milyen lesz a vége. Hát reméljük, hogy működni fog, szépen fog nyomtatni. Még amit kell orvosolni, az az extruder, mert a gyári extruder az eléggé úgymond ramagy. Se rugós feszítés, semmi nincs benne, csak maga a motoron a fogaskerék, meg a egy darab csapágyas görgő. Igazából szerintem ez nem a legjobb megoldás, így ahogy van. Ezt módosítom, ehhez nyomtattam én már egy kis segítséget, ő lenne az. Szerintem teljesen tökéletes, tettem bele rugót, beleraktam az egyszem görgőt, kipróbáltam, teljesen jól működik. Ez viszont ugye PLA-ból van, és ugye itt hő is éri, de most ezzel a másik variáció az lesz, hogyha ezzel nem jönne össze, mert mondjuk melegszik, megolvad, ugye a fejtől kapja a hőmérsékletet, akkor ráteszem az én MK8-osomat, és akkor az enyémre meg ráteszem ezt. Mert ugye nekem a jelenlegi gépen egy MK8-as alumínium extruder van, semmi gondom nincsen vele, úgyhogy lehet, hogy akkor azt kapja meg, de mindenképp ezzel szeretnék nyomtatni egy kört, és meglátni, hogy hogyan működik. Valamint még, amit ugye kapni fog a tápegység csatlakozót, rendes tápkábelhez, meg egy szép zöld kapcsolót. Nagyjából ennyi. Biztosítékot nem fogok tenni a tápegységhez, mert van a tápegységben is biztosíték, van az alaplapon is ugye, ha jól tudom, biztosíték. Úgyhogy igazából még a tápegység elé még egyet rakni szerintem nincs semmi értelme. Úgyis a tápban lévő fog kimenni, hogyha kimegy valamelyik biztosíték. Valamilyen okból kifolyólag, úgyhogy szerintem ezzel nem érdemes foglalkozni. Nyomtattam még a smooterekhez is egy foglalatot, ami fel lesz rakva a gépre. Ő lenne az, benne van mind a négy tengelynek a smootere, XY meg a két darab Z tengely. Igazából ráteszem, mert most ha egyszer van, akkor miért ne. Másrészt meg a 49-88-as léptető motorvezérlők vannak az alaplapon, úgyhogy valószínűleg ráfér. Nézzük akkor az összeszerelést.
itt lennénk akkor. Kész van a gép, felkerült a másiknak a helyére. Hát elektronikailag és ugye mechanikailag sikerült összerakni. Megpróbáltam megmozgatni a tengelyeket, teljesen jól működnek. Úgyhogy ebben a részben már nem. A következő részben lesz viszont nyomtatásteszt, és a videó elején egy bootloader égetés, mert most már ez a videó túl hosszú lenne ahhoz, de egyébként teljesen össze van rakva. Kijelzőhöz csináltam kisebb ilyen úgymond hézagolókat, hogy távolabb kerüljön a hátsó paneltől a lába, mert nyomta nagyon a lapot és hajolt az egész, meg másrészt így jóformán síkba van a kijelző az előlappal, gombok se lógnak ki annyira, tehát nem olyan sokkal jobban tetszik nekem így nap, röviden fogalmazva. Úgyhogy ennek a résznek itt vége, és akkor hogyha érdekel a bootloader égetés és a firmware frissítés, valamint a nyomtatás, akkor tartsatok velem a következő részben. Sziasztok!